Ezek a szép formájú és incsiklandó illatú kenyerek bírálatra várnak. Belülük választják ki, melyik legyen idén Dombóvárváros kenyere. Ez egy rozsos kenyér, amit különböző formába és méretbe készített el a szakemberünk. Gyakorlatilag van fél kilós cipóforma, kiló cipóforma, ugye a vekni, sima vekni, meg a nyújtott vekni. A fehér kenyér, csak cipóformába vágottan, burgonyás kenyér, cipóformába. Ez egy prima pán, ami azt jelenti, hogy ez egy különlegesebb olívaolajjal készült, tehát ez már egy minőségi kenyérnek számít, ezt is cipóformába csináljuk. És ez ugye a hagyományos termékünknek a félkilós formáját csináltuk meg, ez a roskovászos kenyér. És belőlük kell kiválasztania a felkent zsűrinek a legfinomabbat. A győztes termék eladásából pedig egy kiválasztott civil szervezetet támogat majd a város. Egy kedves beszállító ismerősöm mesélt arról, hogy az országban létezik már ilyen projekt, ahol a pékség egy adott alapítványnak vagy a városnak a kenyerét árulja az adomány céllal, tehát egy adománygyűjtési céllal. Innen jött az ötlet, fölvetettem a polgármesternek, elfogadta, és azóta most már negyedik éve, ez az ötödik év, hogy ezt az akciót meghirdetjük. Az alapítvány kiválasztása nem rajtunk múlik, hanem az egy szavazás útján történik, általában a Facebookon megvannak a jelöltek, azokat is a város lakói jelölik, a szervezeteket, és utána aki legtöbb pontot, lájkot gyűjti, az lesz a következő évben az adományfogadó. A boltban jelölés történik, a polgármesteri hivatal gyártat a cégnek egy szalagot, amin rajta van, hogy ez a az idei város kenyere, rajta van az, hogy mely szervezetnek történik a gyűjtés, és hogy hány forintot gyűjtünk minden egyes kenyereladás után. Eközben a bírálók végig kóstolták a felhozatat, és mint általában a zsűrik nehéz helyzetben voltak a döntés meghozatalánál, hiszen legyünk őszinték, nem csak a sok remek termék közül kell választaniuk, hanem például azt is figyelembe kell venni, melyik fogy legjobban a boltban, hiszen így nagyobb összeggel tudja a város támogatni a kiválasztott civil szervezetet. Pintér Szilárd polgármester végül is eredményt hirdetett. Nyilván ez egy nagyon szép kihívás volt, és hát az idén ezt a roskovászos cipót választottuk a város kenyerének. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, és mindenkit bíztatok, hogy azon túl lenne egy finom a kenyér, jó ügyet szolgál az, hogyha vásárolnak belőle, és hát legyen úgy, hogy jövő ilyenkor 20-án egy nagyon nagy mérték ajándékot tudjuk meglepni azt a civil szervezetet, amelyet a szavazás mentén majd kiválaszt Gombaváros lakossága. Köszönjük szépen az eddigi segítségeteket, és remélem, hogy éltek vele még hosszú távon, hogy együtt tudjunk sikeresen dolgozni. Gyakorlatilag Dombváron az összes civil szervezet részesülhet ebben, több mint 100 civil szervezetről beszélünk. A civil szervezetekre a szavazást a Városunk Dombváron Facebook oldalán fogjuk elkövetni. Ez a civil szervezetek közti éles verseny szokott lenni mindig. 3 éven keresztül már látjuk, hogy azért ezt komolyan veszik. Én minden dombvárit arra biztatok, hogy tegye le a voksát a kedves civil szervezete mellett. Nyilván az is nagyon fontos, hogy a kiválasztott kenyérből pedig sokat vásároljanak, hiszen az a lenyelés arányban nő a támogatása annak a civil szervezetnek, aki 2021-ben megnyeri ezt a díjat. Természetesen városmarketing is, hiszen örülhetünk annak, hogy minden évben ki tudjuk választani az év kenyerét, a városnak van saját kenyere, amelyet augusztus 20-án fogunk bemutatni a szentmisét követően. És ez lesz az alkalom, amikor az összegyűlt összeget megkapja a tavalyi nyertes, a Dombóvári Mentő Alapítvány. És arra is fény derül majd, kinek a javára vehetik meg a mindennapi kenyeret a dombováriak.